japán prémium szerszámgépgyártó, a Matsura, már 2000 óta foglalkozik fémnyomtatós hibrid gépek fejlesztésével, és az új technológia sikerének köszönhetően 2015-ben Európában is megkezdték a Lumex Avant széria forgalmazását, mely elérhetővé teszi a hatékony hibrid bemunkálást feltörekvő vállalatok számára is. A ságvári telephelyű Plast Electro Kft. Európában elsőként állította üzembe a Matsura hibrid lézerszintrező nagysebességű maró megmunkáló központját, a Matsura Lumex Avance 25-öt. 2007 óta foglalkozunk műanyag fröccsöntéssel és alkatrészgyártással. Egészen idáig a szerszámgyártásokra külső cégeket vettünk igénybe. 3 évvel ezelőtt azonban úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy saját szerszámüzemet felépíteni és saját magunkat szerszámokkal ellátni. 2 évvel ezelőtt rátaláltunk egy olyan technológiára, ami hát világújdonságnak számít. Mégpedig a Matsurának a Lumex Avance 25 típusú gépére. Ez a új additív technológia, ez a lézer szinterezési eljárás sokkal gyorsabb, mint a hagyományos technológiákkal elkészíteni egy alkatrészt. Egy bonyolultabb szerszámbetét elkészítésénél nincs szükség elektróda tervezésre, nincs szükség szikraforgácsolásra, hanem tényleg egy lépcsőbe, emberi kéz érintése nélkül, technikai polírozott felülettel jön ki a gépből az alkatrész. A berendezésnek óriási előnye, hogy belső üregeket is ki tudunk alakítani, teljesen formakövető hűtőjáratokat tudunk a szerszámokba kialakítani, ezáltal egyrészt sokkal gyorsabb fröccsöntőszerszámokat tudunk építeni, valamint a daraboknak a minősége is javul, hiszen egyenletesen hűlnek a különböző falak. Óriási előnye még a Lumexnek, pont a betétek gyártásánál, hogy nincs szükség utólagos hőkezelésre, mert a berendezésből 42-44 Rockwell keménységgel jön ki az alkatrész, és egy egyszerű 380 fokos hőtartással ez felkeményíthető egészen 54-55 Rockwell keménységig, így az alkatrész nem vetemedik utólag, és nem kell utómegmunkálásokat alkalmazni. Ennek a gépnek a magyarországi képviselőjét, a Sinker Zrt-t kerestük meg, és figyelembe véve, hogy hagyományos szerszámkészítésnél a formalapok, kilökőlapok gyártását nem lehet megvalósítani, meg nem is lenne kifizetődő, 3 darab Matsura gépet telepítettünk, egy 3-tengelyes megmunkáló központot, egy 5-tengelyes megmunkáló központot és egy Lumex Avance 25 hibrid lézernyomtató berendezést.